Nagyon örülök, hogy ismét ilyen sokan eljöttek, a szponzorok is, a támogató csapatok is, a női kézilabda csapat tagjai, és természetesen az Etol Szese férfi kézilabda csapat tagjait is sok szeretettel köszöntöm. Győr egyik országgyűlési képviselője évek óta visszajáró vendég az értelmileg sérültek és segítőik sportnapján. Ez az év egyik kiemelt eseménye a megyebeli sérültséggel élő gyerekek számára, amire hónapok óta készültek, és ahol valóban nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. A mozduljunk és sportoljunk együtt, az nagyon fontos mindenki számára, nem csak az egészséges emberekére, hanem úgy mondja a társadalom, hogy nem egészséges, ami nem igaz, ugyanolyan egészségesek. Kicsit sutábbak, kicsit nehezebben mozognak, de ugyanolyan lelkesedéssel vesznek részt ezeken az rendezvényeken. Nagyon fontos az, hogy elismerjük őket, hogy kupát kapjanak, hogy érmet kapjanak, és az, hogy versenyzünk, az meg azt hiszem, hogy az ő számukra még fontosabb, mint más embereknek. Statisztikák szerint a több mint 400 ezeres lakossággal rendelkező Győr-Moson-Sopron megyében kicsit több mint minden 20. ember él valamilyen fogyatékossággal. Ezekre az emberekre pedig külön oda kell figyelni, hogy folyamatosan érezzék, ugyanolyan fontos részei a társadalomnak, mint az épek. Győr-Moson-Sopron megyében mintegy 440 ezeren élünk, és a sérültséggel élőknek a száma meghaladja 18 ezer főt. Én azt gondolom, hogy nekünk, épeknek egy komoly felelősségünk az, hogy a sérültséggel élőket, fogyatékkal élőket támogassuk, és ebben nekünk közszereplőknek példát kell mutatnunk. Ezért állok mindig itt mögöttük, hiszen a sporteseményen, az állatkerti családi programon, a Mikulás diszkón rendszeresen találkozunk, és én azt látom, hogy boldogok a fiatalok, a gyerekek, és boldogok azok is, akik velük tudnak foglalkozni. A kormányzat anyagilag és erkölcsileg is támogatja az értelmileg sérültek és segítőik egyesületét. A közgyűlés alelnöke nem csak politikusként, de magánemberként is fontosnak tartja, hogy mindig ott legyen a látványos sportnapon. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek a gyermekek azon kívül, hogy jól érezzék magukat, ne érezzék semmivel sem kevesebbnek magukat teljesen egészséges társaiknál, és nekünk, olyan felnőtteknek, akik ráadásul valamilyen típusú döntési helyzetben is vagyunk, kutya kötelességünk az, hogy őket támogassuk. Ezekkel a közösségi rendezvényekkel, illetve minden olyan döntésnél, ahol a fogyatékkal élők szerepe felmerül, bizony figyelemmel legyünk rájuk, hiszen lehet, hogy ők alkotják a kisebbséget, de mindenképpen egy támogatásra szorul a kisebbség a társadalomnak. A 8 értelmileg sérült fiatalokból álló csapat különböző versenyszámokban mérte össze ügyességét az egyetemi csarnokban. A végén ugyan eredményt is hirdettek, de a szervezőknek hála ezúttal minden egyes résztvevő érmet és ajándékot vihetett haza, ami még hetekig emlékezteti a fiatalokat az izgalmas sportnapra.